A 20. század egyik legkarizmatikusabb magyar színésznője, Karádi Katalin, Kancler Katalin Mária néven született. Kőbányán nagy szegénységben nőtt fel. 19 évesen férjhez ment, de 3 év múlva már el is vált első és egyben utolsó férjétől. Viszonylag későn, 27 éves korában fedezte fel Egyed Zoltán író és laptulajdonos. Ő nevezte el Karádi Katalinnak. Ez lett a veszted, mind a kettőnk veszte, a lelkünk egybeforrott, akkor este vadul némán fogtuk egymás kezét. És ezt te már nem téped, soha sem szép. Első filmszerepét az 1939-ben bemutatott Halálos tavasz című filmben játszotta, amely akkor ünnepelt dívájává, a Végzet asszonyává avatta. Összesen 19 nagyjátékfilmben szerepelt az azt követő 5 évben. 1944-ben vagyonát és lakását arra használta, hogy üldözötteket mentsen. A Gestapo bebörtönözte. Karádi Katalin 2004-ben posztumusz megkapta a világigaza kitüntetést. A II. Világháború után fokozatosan mellőzték. Az 1948-as Forró mezők című film volt az utolsó filmje. 1951-ben hagyta el Magyarországot, és nem tért vissza többé. Ózdon, a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban nyílt kiállításon több Karádi relikvia is látható. 1951. február 19-én hagyták el Magyarországot, egy szombathelyi fellépéssel kötötték össze. Az első állomás természetesen Ausztria, majd Brüsszelbe költöztek, ez körülbelül 51 végén, 52 elején lehetett. Az Egyesült Államokba szerettek volna emigrálni, de olyan vádaskodások érték, vagy vádak érték Karádit, hogy ő valószínűleg kémkedni jön, már csak ő hiányzott, hiszen 51-ben már nem nagyon lehetett csak úgy elhagyni Magyarországot. Így kellett hát beírni egy brazil letelepedési engedéllyel Karádi Katalinnak, és 52. szeptember 9-én Genovából hajóra szálltak Frank Irma, Mohács Ilona és Karádi Katalin, és így érkeztek meg Brazíliába. Kalapszalont nyitottak, és jól prosperáló üzletben találta meg magát, és több évet kellett várniuk, mire végre eljuthattak Amerikába, ahol már Frank Irma a nővére Rózsi várta őket, hiszen ő már ott élt. Én boldogan mennék, de félek, hogy nem lehet. Én itt születtem. A város. Az egy egészen más világ. Olyan felülnöm a villamosra, mintha Amerikába mennék. Nem lehet. Minden visszahúz. Bár a szíve az életben is mindig visszahúzta Magyarországra, mégül 1968. októberében megérkeznek New Yorkba. Karádi kezdetben még vállalt néhány fellépést, magyar művészekkel közösen egy nagyobb koncertkörúton is részt vett. 1971. május 30-án Montrealban állt utoljára színpadra. Ezt követően visszavonultan élt. A házvezetőnője Mohácsi Ilona visszaemlékezéséből tudjuk, hogy azt mondta, hogy itt a ruha, tedd el, Ica, láttam, hogy szeretnek, elég volt. Karádi ezután idejének nagy részét az Upper East Side-on, a Madison Avenue 700 alatt töltötte. Barátnőjével, Frank Irmával sikeres kalapszalont működtettek New Yorkban. A visszaemlékezések szerint olyan vendégkörük volt, amelyeknek tagja volt Nancy Reagan vagy Shirley MacLaine. Szóval igazán igényes modelleket készítettek, és ilyen elit vendégkörük volt. Karádi Katalin soha nem jött az előtérbe vagy az eladótérbe, ő mindig hátul a műhelyben varta vagy készítette a kalapokat. Ezt a minkalapot Bolog Barbara Karáditól kapta, ahogy ezt a széket is. Barbara azon kevesek közé tartozik, aki még személyesen ismerte őt New Yorkban. Amire én emlékszek, volt kétszer ilyen előadáson,
és amikor az előadás volt, akkor bemutatták, fölállt, megtapsoltuk, és leült, szóval nem nagyon beszélt. Hihetetlenül úrinő, és nagyon finom úrinő volt, és azt rettenetesen szerettem, mert úgy éreztem, hogy a szíve nagy, hogyha arról volt szó, hogy magyar gyerekeket kell segíteni, ő volt az első. Az Ózdi kiállításon látható asztal és a két karosszék Karádi New York-i otthonából származik. 1990-ig haláláig az Upper East Side magyarok lakta környékén, a II. Avenue és a 80. utca sarkán, ebben a bérházban, a J apartmanban élt. 2020-ban Magyarország New York-i főkonzulátusa emléktáblát helyezett el az épület udvarán. A főkonzulátusa rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a diaszpóra magyarsághoz közel álló személyek örökségét ápoljuk. Tekintettel arra, hogy Karádi Katalin azon művészeink közé tartozik, aki sajnos a II. Világháborút követően diaszpórába kényszerült, ezért fontosnak tartottuk, hogy a főkonzulátus nevében emléket állítsunk neki, hiszen ő maga két totalitárius rendszernek lett az áldozata. A bérház érdekessége, hogy Karádi Katalin idejében is magyar házmestere volt. Ő azóta nyugdíjba vonult. A helyére Halász Mihály érkezett. 1958-ban adták át az épületet, bérlőház ez, ilyen rental building, és két évente, három évente cserélődnek a lakók. Azok a magyarok, akiket érdekli a történelem és a Karádi Katalinról történelem, azok igen nyári időszakban, mikor jönnek látogatóba New Yorkba, vagy akkor igen, bejönnek, mert hallottak róla, és akkor megkeresik, és akkor szólnak a kapusnak, hogy beengedik-e, megnézik a helyet, hogy hol lakott. Itt van az emléktábla is róla, és akkor jönnek, meglátogatják. A New Yorkba érkező magyar művészek is tiszteletüket teszik itt. Nem messze egykori otthonától, a 82. utcában áll a Magyar Ház, ahol Szulák Andrá adott koncertet, és emlékezett meg egy dal erejéig Karádi Katalinról is. Én egy késői gyermek vagyok, és az én édesanyám ifjúkorának volt ő a legendája, tehát ő egy mindenek felett álló díva volt. És az anyukám orgánuma sokban hasonlított Karádi Katalinéhoz, és énekelte is annak idején az ő számait. És milyen érdekes az élet, hogy amikor mi megvettük az első lemezjátszónkat, szinte az első laklemezek között egy Karádi lemez volt, a Hamvadó cigaretta vég, és én ezt rongyosra hallgattam kamaszkoromban. Halló! Vitrai Tamásnak mesél telefonon, amikor Apatini Gyulával, aki Karádival egyházban élt New Yorkban, közösen felhívták őt. Katalin. Karádi Katalin ott lakik velem egy házban, és velem lépett fel, vagy 15 évvel ezelőtt. Ugye 15 éve léptünk fel? Vagy 15-ször. És megállapítottuk, hogy még sokkal szebb a hangod, mint fiatal lapkorodban. Na látod, ennek én nagyon. Apatini Gyula a Hungária Rádió vezetője volt, 2007-ben hunyt el. Karádival kapcsolatos emlékeiről fia mesélt. Azt hiszem 11. emeleten lakott ő. Én, mi meg az 5. emeleten laktunk. Két barát volt a házban, ő volt az egyik. Apunak voltak ez a Hungária Rádió productionjai, ahol felléptette saját magát, és együtt énekelt Karádi Katalina, nem is egyszer. Én annyiból volt nekem érdekes Karádi Katalin, nagyon hasonlított anyukámra először is, pláne a haj visel, meg az a kép a cigaretta a kezibe, és azt tudom, hogy a testvéremmel többet volt, mint velem Andreával, mert neki kötött is sapkát, és kapott egy ilyen szörme sapkát Karáditól. Karádi Katalin visszavonultan élt New Yorkban, csak nagyon kevés emberrel tartotta a kapcsolatot. Kovács Károly főnökének köszönhetően ismerhette őt. Szintén Dél-Amerikából jött ide a főnököm, és az a Karádinak nagyon jó barátja volt. És így ismerkedtem meg Karádival. Nem ismerhettem volna közelibe, és nekem az olyan nagy dolog volt, hogy a Karádit meghívhattam ide vacsorára. A Katalin szerette a magyaros ételeket.
magyaros ételeket, minden csirkepörkölt, rakott krumpli. Csak vörösborti volt, nem sokat volt, 2-3 poharnál többet soha nem volt. De nevetgéltünk, Irma nagyon jó tudott vicceket mesélni, magyar vicceket mesélni. Karádi Katalin számára mindössze 12 év Rivalda fény jutott. E rövid idő alatt is a 20. század egyik különleges, meghatározó színésznőjévé, sokak bálványává, az emigrációs éveiben legendává vált. Miről álmodik a láb, hogy jön egy király titán, hófehér pariban. Ez az álom oly mesés, ám de jön az ébredés, a királyfi oly